Az 56-osok terén kezdődtek az ünnepségek, ahol a Jáki József iskola tanulói emlékeztek meg a forradalomról és a szabadságharcról. Az emlékműnél a megye, a város és a rendőrség, valamint a politikai pártok és civil szervezetek képviseletében helyeztek el koszorút. Az október 23-i tüntetés fegyveres felkelésé nőtt. Ez a kommunista kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a több pártrendszer visszaállításához, a demokratikus átalakuláshoz vezetett. A Szent István Székesegyház emlékkeresztjénél a Tóvárosi Általános Iskola diáksága adott ünnepi műsort. Rólad beszélni sem szabad. A fiatalok rendhagyó műsorukban a forradalom, a megtorlás és a rendszerváltás eseményeit elevenítették fel. Az ünnepség az 56-os emlékkeresztnél is koszorúzással fejeződött be. Mi, mai fiatalok, megtehetjük, hogy elhitattal megfordítjuk a nagy homokórát. A Magyar Király szállónál a Ciszterci Szent István Gimnázium segítségével emlékeztek meg az 56 évvel ezelőtti eseményekről. Olyan, mint egy természeti tünemény. Váratlanul tűnik fel, robbanásszerűen tör elő, mondhatni felfénylik, mint a napfoltok és a vulkán kitörések. A honvédelmi államtitkár beszédében a forradalmat természeti tüneményhez hasonlította, amely, mint Varga Tamás fogalmazott, váratlanul tűnik fel, robbanásszerűen tör elő és felfénylik. Az emléktáblánál az államtitkár mellett a megye és a város vezetése, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői is koszorút helyeztek el. Aki a szovjet sortűz áldozata lett. Jelenleg hozzátartozói nincsenek. Gungl József 19 éves volt akkor, amikor részt vett 1956. október 24-én a budai úti tüntetésen. Az öntőmunkás puskagolyó áldozatává vált. A hosszú temetőben a Városszépítő és Védő Egyesület, valamint az önkormányzat ráemlékezett.